Dőzsér Árpád, a kapitány A bazini elmegyógyintézet parkjának homályában időnként föl, -föl tűnt a kapitány öles alakja. Végtelen sétái során, mittel úr a költő is találkozott néha vele, pontosabban találkozott volna, hogyha a kapitány az utolsó pillanatban ki nem tért volna a találkozás elől. Mindig. Így hát, Mittel úr nem tudhatott róla többet, mint amit mindenki tudott. Nevezetesen azt, hogy a rejtélyes ápolt még nemrég bányamérnök volt egy urán bányában, és egyúttal a hadsereg tisztje innen a kapitány gúnynév. És miután a számokba beleháborodott, ideggyógyintézetbe zárták, hogy bizonyos dolgokról ott kin ne beszélhessen. Mittel úr a kapitány láttán mindig megborzongott, mert a hórihorgos férfi, hosszú kabátja, földgyúrt galéria, fekete szemüvege és szemébe húzott kalapja Griffinre, Vesz láthatatlan emberének szerencsétlen sorsú hősére emlékeztette. Akkoriban Mitter úr is szomorú esett ember volt, fél éve halt meg az anyja, és Mitter úr olyan egyedül maradt a nagyvilágban, akár az újabb. Ráadásul a sajtóban éppen akkor írták le róla szinte naponta, hogy fantaszta, hogy szabad kőműves, hogy nem realista, hogy realista, hogy egy szóval az irodalomban is egyre magányosabb lett. Nem csoda hát, hogy többszörös magányából úgy menekült a pszichiáterhez, akár a hívő a A pszichiáter azonban hősünket nem oldozta föl, hanem miután teleírt egy papírlapot a panaszaival, bedugta az említett híres intézménybe. Mittel úr, e fordulatra nem volt felkészülve. Nehezen szokta meg új környezetét. Úgy vélte, ő is a kapitány sorsára jutott, valamiről neki is hallgatnia kell. A különbség köztük csak annyi volt, hogy neki sejtelme sebb volt, miről kell hallgatnia. E talány sok gondot okozott neki kényában minden nap írt hát egy verset, és erősen remélte, hogy minden versében van legalább egy parányi abból a valamiből, amiről a fehér falak közt és a zöld platánok alatt hallgatnia rendelt.